És szeretettel köszöntelek benneteket. Kicsit olyan dolog ez a meditáció, ami nehezen mérhető és nehezen fogható, de mégis van átalakító ereje. És erről szeretnék beszélni, ami én is tapasztaltam, illetve másokon is láttam már sokszor. Jogalandának a tanításaiból fogok idézni. Ő mindig azt mondja, hogy az emberek örök keresésben vannak, mindig keresnek valamit, és akkor ér véget ez a keresés, ha megtalálták a boldogságot. És valójában az élet értelme a boldogság megtalálása. És sokféleképpen keressük, de tulajdonképpen nem sejtjük, hogy bennünk ott van már. Tehát harcolunk egymás ellen, küzdünk a másik ellen, örömöket próbálunk kicsikarni, vagy elvenni a tulajdonát. Aztán megbetegszünk, és akkor nem értjük, hogy miért lettünk betegek, miért gyötrődünk állandóan, és nem tudunk megszabadulni tőle. Tehát eléggé nyomorúságnak tűnik ez a helyzet ilyen szempontból, és közben boldogok akarunk lenni, és az ember azt mondja, hogy akkor miért nem tudunk boldogok lenni, ha a vágy bennünk van, mert olyanra nem vágyózhatunk, ami nincs meg bennünk nyilván. Válaszolni kell néhány kérdésre az embernek az élete során, és ez az a nehéz dolog, amit azt kell, hogy mondjuk, hogy nem tudjuk a könyvekből se kiolvasni, illetve nem tudjuk mástól se megtudni, hanem nekünk kell megtalálni a saját egyéni válaszunkat, hogy honnan jöttem. És az ember úgy gondolja, hogy ez nagyon könnyű válasz, de valójában csak ilyen kis nagy átfogó dolgokat tudunk mondani. A teremtésből, szüleimtől bármit is mondhatunk, de valójában sejtjük, hogy valahonnan jöttünk, tehát nem csak itt termettünk a semmiből, de akkor ott van rögtön a következő kérdés, hogy hova tart az életem, hova tartok most éppen. Ez megint olyan dolog, amiben nem vagyunk biztosak, és nem is érzékeljük, hogy merre tart az életünk, de valahova tart, mert az elme mindig megy valami felé, az nem fog megnyugodni, és ha nem irányítjuk az elménket, akkor biztos bajba kerülünk. Tehát ezt is jó lenne tudni, hogy hova tartok, mi a célom, és hát vannak kisebb céljaink, amit nagyon könnyen megfoghatunk, vannak nagyobb céljaink, de végül is a boldogság megint csak a legfőbb célunk, hogy boldogok legyünk itt a Földön, az emberi testben, ami megint csak sok problémát tud okozni nekünk. Még Jogananda is fölkiáltott egyszer, hogy Uram, nem lehetett volna tökéletesebbre alkotni ezt a testet? Pedig ő nagymester volt, tehát akkor mi is paraszkodhatunk egy kicsit, talán nem lesz abból baj. És a nagy kérdés, hogy ki vagyok én valójában. Tehát ott állunk az univerzum előtt, tulajdonképpen mindig ezen csodálkoztam is, hogy állok a Földön, de közben kapcsolatban vagyok a végtelennel, mert hiszen csak a talpam van a talajom, mindegy, hogy milyen távolságra vagyok a talajtól, de akkor is kapcsolatban vagyok. És egy kicsit bennünket úgy elborzaszt ez a nagy távlat és nagy hatalmas kékség és végtelenség, hogy honnan jöttünk. És akkor választ kell adni arra, hogy valójában akkor egy ember vagyok, de mi az az ember? És hát sokféle dolgot tudunk erre válaszolni nyilván, de érzelmeket, gondolatokat, testünket, de azon is túl még van valamit meg kell válaszolnunk, mert érezzük, hogy az még mindig kevés, hiszen meg is halunk, és érezzük a szívünkben mélyen azért, hogy a bárki meghalt a hozzátartozónk közül, beszélgetünk vele továbbra, és tehát, hogy él. Tehát valahova csak megyünk ezek szerint. Ha választ tudunk adni arra, hogy ki vagyok én valójában, akkor tudom, hogy honnan jöttem, és hova tartok. És erre talán a meditáció tud választ adni, ide akarok kiukadni, hiszen a külső válaszokat könnyű megtalálni, de a belső válaszokat nehéz, mert hogy sokan mondják, hogy belül sötétség van, nincsenek ott válaszok, de módszereket és technikákat kell alkalmaznunk, hogy tudjuk megkapni a válaszokat. Tényleg az ember itt a virágok közt a Földön, néha úgy érzi, hogy boldog, és meg is kérdőjelezi, hogy de lehetséges ez, hogy boldog vagyok, mert sejtő, hogy meg fog változni, és lehet, hogy a következő pillanatban el fog múlni. És nyugodtan kimondhatjuk, hogy lehetséges, még ha nem is úgy, mint ahogy szeretnénk, hogy örökké, hanem és időkre megkapjuk, aztán lehet, hogy változni fog. Ha bármit megkapnánk, mondjuk a boldogságot is folyamatos lenne, megunnánk, és nem is érzékelnénk. Tehát itt a duális világban mindig van egy ellentét, ami
megszeretteti velünk a jót, ha rosszat is megtapasztaltuk. Jogananda azt mondja, hogy te a halhatatlan lélek vagy, te a felhőkön is túlnyúlsz, azon is túl vagy valójában. Jézus Krisztus ugyanezt mondja, mindannyian a teremtő gyermekei vagyunk. És ilyen értelemben, tehát ha ők mondják, akkor el kell gondolkozni rajtuk, hogy valóban így van. Mit érzékelünk mi ebből? Mikor egyszer a Hadonyi Lajos atyához elmentem 70-es, 80-as években, ő gyógyító volt, és gyógyította a betegségeket, és akkor nekem is adott orvosságot, meg megvizsgált, és el akartam jönni tőle, mondta, jöjjön vissza, itt van egy ilyen tálka, ebben a Bibliából hatalmas idézetek tárháza van, és húzzon egyet, és az magának egy életre szóló tanítás lesz. Nagyon szomorú voltam, azt húztam, hogy a fő virágzik, majd elszárad, és a kemencébe vetik. Hát ezt nem akartam akkor tudni. Mondtam magamban, hogy nem lehet-e másikat? Megkérdezem, mondta, nem, ez önnek szól. Évekig nem tudtam megbarátkozni vele, most meg már tökéletesen megértettem, hogy hát nem ez az élet. Itt vagyunk, virágzunk, de gondolni kell arra is, hogy egyszer csak elszáradunk, és nem lesz semmi. De ez most hogy történt akkor meg velünk, ha annyi kaland és annyi szép tanulság, bölcsesség és tapasztalatban a birtokunkban, az mind semmivé lesz. Valójában nem így van, tehát megint csak a meditációhoz jutunk el, hogy ott meg lehet találni a választ. Tehát szellemi szemmel kellene nézni az életünket, akkor talán könnyebb lenne elfogadni is. Jogananda azt mondja, hogy enyhítenünk kell a világ szenvedését. A testi szenvedés az nagyon komoly dolog, és nyilván, hogy a test, ha túl sokat szenved, tönkreteszi az elmét, és tönkreteszi az életkedvünket. És tehát nem tudunk már örülni semminek, se túl sokáig szenvedünk. Mindenképp enyhítenünk kell. Ennyit tennünk kell a mentális diszharmóniát, az elmének a zaklatottságát, idegességét, kilengéseit, hiányérzeteit, a éppenséggel a utálatát, iszonyodását. És legfontosabb mégis azt mondja Jogananda, a szellemi tudatlanság enyhítése vagy segítése, hogy megoldhassuk. A szellemi tudatlanság, és rögtön akkor kijelentem, nagyon egyszerű, én a test vagyok, ez az oka minden szenvedésünknek. A bölcsesség, én a halhatatlan lélek vagyok, és van egy testem. Tehát a meditációba ide el tudunk jutni, és meg tudjuk tapasztalni. Tehát jobbá kell tennünk a világot, ez biztos, hogy így van, még ha nem is akarjuk, akkor is azzá tesszük, mert elve bennünk van valami jóság, ami kiárad. Sokszor jönnek meditálni az emberek, én is meg szoktam kérdezni, hogy miért akarsz meditálni, és hát válaszolnak sok mindent, és általában kétféle válasz van, egyik anyagi és a fizikai világra vonatkozó, egészséges szeretnék lenni, az elmémet megnyugtatni, az idegrendszerem roncsban van már, teljesen kiborultam, már nem tudok munkámat ellátni, a családdal beszélni normálisan. Egy másik része pedig egy kicsit már szellemi. Meg akarok tapasztalni valamilyen nyugalmat, amit nem találok meg sehol. Egyébként szeretném, hogy ne pörögjön az agyam, és csak béke legyen bennem, belső béke. Ezek már kicsit szellemi válaszok, de ugyanakkor az is benne, hogy ez nehezebb elérni és megtapasztalni. Tehát mindenképp át kell mennünk a test és a érzékek, az elme és a lélek felé való haladásunkban a különböző lépcsőfokokról. Azt, hogy valaki mélyebb önismeretet akar magáról, az azért nehéz, mert általában azt szokták mondani nekem, hogy ismerem én önmagamat, nekem nem kell megismerni jobban. Ismerem a gondolataimat, hiszen én gondolom őket, cselekedeteimet, de az indítékokat lehet, hogy nem ismerjük, illetve a következményeket megint csak nem, hogy mi inspirál bennünket, és milyen hajlandóságok vannak az alsó tudatban. Oda is be tudunk kukkantani és megnézni. Meditációnak az akadályait még itt megnézhetjük rögtön az elején. Az egyik legfontosabb akadály a világias felfogás, tehát a materialista felfogás. Amit említettem az elején, hogy gyakran azt mondják nekem, hogy ha becsukom a szemem, azt mondom, hogy csukjam be a szemem, akkor én vagy félni kezdek, vagy azt mondom, hogy elnevetem magam, mert miért csukjam be, hiszen itt van minden előttünk, ott nincs semmi belül. És akkor mindig mondom, hogy de vannak technikák, amit alkalmazni tudunk ilyenkor, elalszol, akkor is becsukod a szemed, és baj lesz belőle? Nem, hát akkor próbáljuk meg. Tehát nagyon nehéz valóban az embereket, ha túl a világ felé fordultak, és ott találtak meg mindent, ami megfogható és biztos, fordítsuk befelé, mert azt mondják, hogy ez nagyon nehéz feladat. Többnyire az a probléma, amit belül látnak,
idegesség, feszültség, problémák, bűntudat és sok minden, és ezt nem akarja látni az ember. Senki se szeretné látni és hallani, hiszen az egónk az jót akar magáról gondolni mindig. Egy történet, amit Jogananda említ, a vadász és a jógiról. Volt egyszer Indiában egy vadász, aki vadászta a madarakat, csak a madarakra vadászott, és írtotta őket. Bunkós bottal, íjjal, amit el lehet képzelni, minden késekkel föl volt fegyverkezve, és az emberek is már rettegtek tőle, hogy ez egy őrült, mert állandóan ment az erdőbe, és gyilkolta a madarakat, és végülis a madarak már menekültek, ahogy meglátták, egymásnak adták a hírét, hogy jön, és végül már nem tudta elérni őket, csak mindig bejebb kellett menni az őserdőbe. És aztán egyszer, ahogy követte a madarakat, elért egy tisztás, hogy volt egy kis tó, és abban látta, hogy áll egy narancssárga ruhás szerzetes, kitárt karokkal, és a madarak csicseregnek, és ott vannak a vállán, nyakán, úgy, mint Szent Ferencnek, mondja Jogananda. Tehát ilyen megtörtént eset ez. És a madarak simogatják a fülét, cirógatják a haját, csipegetik a ruháját, és nem félnek tőle. És azt mondta, hogy megvan a megoldás. Veszek egy ilyen narancssárga ruhát, beállok ebbe a tóba, jönnek a madarak, elrejtem a fegyvereket a ruhám alá, és megölöm őket. Meg is tette, és szépen beállt a tóba, és jöttek a madarak, és rászálltak a karjára, fejére, és várta, hogy még többet akarok megölni, még gyertek csak, és jöttek is. És aztán, na most itt van az idő, és hogy nyúlt a ruhájába, megállt a keze, és azt mondta, hogy nem tudom megtenni. Egyszerűen annyira szerették őt a madarak, hogy megérzed valamit belül, ami olyan forróságot a szíved táján, hogy ezt nem kéne megtennem. Nem tudta megölni őket, és akkor gondolkozott a dolgon, és arra gondolt, hogyha egy narancssárga ruhától már szeretnek engem, mi lenne, ha jógi lennék, és a kisugárzásom, az elmém és a szívem és a gondolataim, érzéseim is szépek lennének és örömtelek, akkor még az emberek is megszeretnének engem. Meg is tette, beállt jóginak inaskodni, és végül is egy nagy jógi lett belőle valóban, mondja Jogananda. Tehát ami hiányzott neki, az a szeretet tulajdonképpen. És valamilyen úton módon, mert a hiányérzetünk van, az betöltetik előbb-utóbb, megtudta ő is, hogy szerethető, és a madarak is szereti. De kétségtelen, hogy az elme és az ego, amely addig elsötítette a tudatát, az nem engedte ki ebből a rabságból. Ebből a gyilkolás, szenvedés, szeretetlenség, másnak is okozok akkor bajt, ha én szenvedek. Tehát sokszor elég csak a körülményeinket egy kicsit megváltoztatni, már megváltoznak belül is a dolgok, és lehet, hogy megtapasztalunk valamit, ami addig hiányérzetből nem volt meg bennünk, pedig valójában bennünk volt. Meditáció jó hatásait is el szoktuk mondani már az elején, hogy meg is kérdezik, hogy akkor most ez hogy fog hatni, és milyen jó érzéseim lesznek. Hát nagyon sokat nem szabad mondani nyilván először, mert a kudarcok sorozata jön majd a meditációban, nem lesz egyszerű a dolog, de ennek ellenére is tudunk fejlődni és haladni, mert hogy le kell ülni és nyugodtan ülni, az rengeteg ember azt mondja, hogy kibírhatatlan fájdalmakat érez a gerincébe és a hátába. És mondták mindig az indiai jogik, hogy ennél könnyebb nincs, mint ülni. Miért nem tudtok ülni? Mondtuk, mert a széken mindig támaszkodtunk. Ők még mindig csak ülnek szabadon, tehát ők nem tudják elképzelni, hogy mi a baj az üléssel, amikor a legkönnyebb dolog a világon. Ízületeink merevebbek, nyilván ez is nem könnyű. Tehát az ülést megtanulni, utána megint csak egy olyan dolog, amit nehezen tudnak megtenni, becsukni a szemünket, követni az utasításokat, vagy figyelni a légzést. Tényleg sokan úgy gondolják, hogy ennek nincs értelme egyszerűen. Valami komolyabb dolgot kellene csinálni. Hiszen lélegzek egész nap, most akkor miért kéne azt figyelni? Ezeket mind meg lehet érteni, ezek bizonyos technikák, amelyen keresztül eljutunk valahova, hiszen a légzés kapcsolatban a lélekkel, a lélek lélegzik bennünk. Tehát mindenképp fontos, hogy ügyesen beszéljünk és megértsük, hogy milyen sikon tudunk hozzáférni az illetőhöz, aki meditálni akar. Mielőtt meditálni kezdünk, mindenképp jó lenne tájékozódni és megnézni, hogy milyen stílusok vannak, milyen mesterek, utak, módok, módszerek, mert mindenkinek más a saját útja. És van, aki szereti a dinamikus meditációt, van, aki vizualizálni akar, ezek még nem meditációk azért.
van, aki mantrát, énekeket szeret mondani, van, aki pedig a csöndet szereti, és ha megtalálta, akkor gondolja végig, és engedje át az elmén és a szívén a dolgot, mert hogy vissza kell válaszolni a szívének, hogy ez az, amit én keresek, mert hogy komoly dolgokba kezd bele, az biztos. Önmaga megismerésében. Amikor ezt megérezte, akkor viszont az emberi szint egyik különleges dolga az, amikor az ember, most az emberi szint, Jogananda azt mondja, az emberi szint az intuíciónál kezdődik, de most menjünk lejjebb egy kicsit. Az emberi szintnek van egy olyan fokozata, amikor döntünk, és betartjuk a döntésünket, és végigjárjuk a döntésünknek az útját. Tehát nem szeretném, megpróbálok, majd elmegyek jövő héten, és akkor hát, ha tetszik, akkor maradok, döntsük el, hogy most mit akarok. Eldöntöttük, akkor csináljuk végig, és akkor komolyan és őszintén gyakoroljuk. Ez a döntés olyan nagy erővel hat belül, hogy biztos, hogy jó következménye lesz. Abba is döntenünk kell, hogy a nehézségek ellenére ki fogok tartani, hiszen jönni fognak. Minden dolog, ami jó dolog, az akadályokba ütközik itt a Földön. Ezt én is értettem sokáig, de most már tudom, hogy miért, majd lesz róla szó. Fizikai szint és a mentális és a szellemi szintekre bontottam, hogy ott milyen gyakorlatokat kellene végezni, hogy kicsit fejlődni tudjunk és megtapasztaljunk valamit. Fizikai szinten ezekről lesz szó, és én a kriya jogát gyakorlom, tehát egy mentális gyakorlat, és az három dologból áll. A tapaszból, itt az első már rögtön lesz, azt jelenti az önfegyelem. A szvathaja, a tanulmányok, és Isvara Pranitháda, meghajlás egy magasabb értelem, akarat, bölcsesség előtt, egy mester előtt. Ez a három a kriya joga, ez van a Patanjali Yoga Sutráiban. És megdöbbentő, hogy mennyi mindent lehet tenni az önfegyelemmel. Nekünk azt mondták a mesterek, hogy nekünk ez a feladatunk, amit láttok, 24 órán keresztül figyeljük a légzésünket. Ó, az nagyon könnyű, hát nem könnyű. Nem könnyű bizony, mindig elfeledkezünk. Hát, nyilván az elme működni fog és elvisz a dolgot, de nagyon csodálatos gyakorlat, mert jelenbe tart bennünket, és a lélekkel állandóan összeköt, és a lélek kilélegzik, és a lélek belélegzik, a lélek tüzét táplálja, tehát szó szerint egy rendkívül jó meditáció. Egyszer kipróbáltam, hogy majdnem 2-3 órán keresztül próbáltam figyelni, de megdöbbentő volt, hogy egy másfél-két órán belül már örömé változott a belégzés, tehát extatikus örömé, tehát döbbenetes gyakorlat. Nem hitte volna az ember. Tisztító gyakorlatok, amiket ha akarnak, elvégeznek a meditálók. Nyilván, aki először kezdi ezt a utat és ismerkedik vele, akkor nem fogja kimosni magát, meg egyebek, az még egy kicsit nem szalonképes, meg nekem is annyira, hogy ormosás és egyebek, kapalabáti, a tratak, a lángnézés, az nagyon jó kis gyakorlat, és azzal meg tudunk barátkozni, és nagyon szépen használni. Következő az étrend, ami tulajdonképpen nem könnyű feladat, megint csak a vegetarizmus és a húsevéssel kapcsolatban. És mikor 80-as években oktattam a jogát, és nagy örömmel meséltem, egyszer egy 30 fős társaság először jött az órára a vegetarizmusról. Következő órán ketten jöttek el a 30-ból. És mondom, mindenki megbetegedett, nem tudtam eldönteni, és mondták, hát mert olyanokról meséltél, amitől halálra rémültek. Én nem mondtam, hogy azt kell tenni, csak hogy van ilyen is. De gondolták, a jogoktatónak szót kell fogadni, inkább akkor nem jönnek. Tehát arra ügyelni kell, de a kriya jogában az, hogy a te ételed, az én ételem, tehát nem mondják, hogy egyél vagy ne egyél, de ne csapd be magad. Ha jól esik valami, akkor jól esik, ha nem esik jó, akkor ne tedd. Érdekes módon olyan különlegesen is csodálkoztam ezen. Eleve a kriya joga családosok, házas emberek, a jogik, majdnem mindegyik, gyerekeik vannak. Tehát ilyen különleges világból élő joga út. Így tehát a táplálékkal kapcsolatban is engedékeny, de ugyanakkor határozottan kijelenti, hogy ha úgy érzed, hogy rosszul esik valami, akkor ne edd és ne foglalkozzál vele. Tudjuk, hogy az ételeket is fel lehet osztani a gunák szerint, tehát vannak ételek, amik a meditációban nagyon jók, vannak, amelyek esetleg izgágává tesznek, mozgékonnyá, ragyasztikusra, akkor nem kell azt tenni. Illetve vannak, amelyek tamasztikusak, sötétek, lehúznak, és elalszunk a meditációban rögtön az első szembecsukás után már. Tehát ezt is meg lehet válogatni, és tudni kell, persze egy nagy családból főznek, ott mindenki ugyanazt teszi, amit mindenki kap, tehát nem könnyű ezt megtenni, de kicsi kis változásokat meg tudunk tenni. Ezek a szattvikus ételek, amik a meditációban javasoltak, gabonaneműek, hüvelyesek, aztán magvak,
aztán a zöldségek, gyümölcsök, tiszta víz, gyógynövények, ezeket mind tulajdonképpen gyógyták használhatjuk, és valóban tapasztalni fogjuk, hogy nagyon kellemes lesz az elménk állapota is, meg a testünk állapota is, tehát nyugodtan tudunk ülni, az elme is békésebb lesz, az étel és az elme is tudjuk, hogy összefügg, és még sok minden más is. Helyes légzést meg kell tanulni annak, aki meditálni akar, tehát itt nyilván a hasi légzés, illetve a teljes joga légzésre gondolva, mert a légzésnek különösen nálunk a kriya jogában rendkívüli nagy szerepe van, azon múlik szinte minden. És ha helyes légzést megtanulja, akkor rengeteg sok változást tapasztal, tehát a tüdeje tisztább lesz, mélyebb lesz a lélegzete, rengeteg szennyező anyag marad a tüdőnkbe, hiszen fél litert se cserélgetünk légzéssel. Ugyanakkor pedig azt is meg tudjuk tapasztalni az ételek megválogatásával, hogyha erősen munkát kell végezni, akkor bizonyos fűszeres ételeket is megehetünk, ami erőt ad, de utána a meditáció nem fog menni annyira, tehát más lesz az állapotunk. Vagy ha későn este ettünk, megint csak fáradtan alszunk, rossz ízűen ébredünk, reggeli meditáció megint más lesz. Ne? Itt is a tapasztalatokra építve el lehet dönteni, hogy hogy akarjuk ezt megvalósítani. Ülésmódokkal kapcsolatban pedig azt mondja a Jogananda, hogy mindenképp egyenes háttal ülni, mint ahogy a szabály a jogában, mint a fal lenne a hátunk mögött, az fontos. Ugyanis az energiák, amelyek áradnak szellemi erők a föld felé, azok a gerincoszlop, mint egy antenna veszi őket, az állatoknak visszintes a gerincükük, más tudatszinten vannak. Tehát azok a csakrák már náluk nem működnek, vagy még nem, ami nálunk. Így tehát fontos, hogy egyenes legyen a gerinc. Én azt szoktam mondani, itt látjátok az előre, ha előre dőltök, akkor a jövőbe vagytok. Hátra, akkor meg a múltban. A középen a jelen van, próbáljátok jelenbe maradni, és a jelenbe kiszálltunk az időből. És ezt úgy örömmel fogadták a hölgyek, mondta, hogy van egy csodálatos módszer arra, hogy mindig fiatalok maradjatok, maradjatok a jelenbe mindig. Ott nincs idő, és nem öregszünk. De ezt komolyan mondják a jogik, nem vicc. Valóban így van. Ugyanis a jelen pillanatban az elme is leáll, megnyugszik. Energia elindul fölfelé a gerinc mentén, mert a lábak keresztezéséből több lett energia marad a gyomorban, a emésztőrendszerben, az elindul fölfelé, eljut a szívig. Onnan akár a tenyünket összetesszük a kezünket, akkor az energia összeadódik a szívbe, onnan elindul föl a fejbe. Csak attól, hogy ülünk összetett lábbal, vagy keresztbe tett lábbal, összetett kézzel, energiát tapasztalunk felemelkedni, ha ülünk egy kis ideig. Tehát az már egy meditáció tulajdonképpen. Ülhetünk széken is, csak ne támaszkodjunk hátul, tehát egyenes legyen a gerincünk. És azt mondja a Jogananda, hogy mindenki fontos lenne, de már nem nagyon alkalmazzunk, a gyapjú takaró és egy sejem takaró, ez a kettő. A gyapjú takaróra ülni, sejem takarót meg rátenni a gyapruja vagy a székre, mert ez a föld káros sugárzását kiszűri. Földből mindig káros sugárzások jönnek többnyire, olyan helyen ülünk, akkor érezzük is. Ezeket ajánlják, hogy használjuk nyugodtan, és biztos, hogy jobban tudunk meditálni, nem lesz olyan zavart az elménk. Lazítás megtanulása rendkívül fontos a meditációhoz, hiszen a meditáció, azt mondja a Jogananda, a totális belelazulás az életbe, a létezésbe. És ha nem tudunk lazítani, akkor nem tudunk belelazulni az elménkkel sem a meditációba, a belső lélek békébe, csöndjébe. Egyben a légzést is tudjuk figyelni lazításkor, aztán a természetességet megtanuljuk, hogy lehet természetesen ellazulni, vagyis. Természetesség azt jelenti, hogy hagyom, hogy megtörténjen, de figyelem, tehát követem a dolgot. Másik dolog pedig, hogy elengedni a feszültséget, hiszen úgy gondoljuk, hogy miért kéne ezt nekem megtartanom, én úgyis elengedem, nem engedjük el, az egónk ragaszkodik hozzá, az identitását adja bármi is, ami rossz. Így tehát, hogy elengedjük a feszültséget, megint csak el kell azulnunk, és a légzést lelassítani, vagy hosszabb kilégzéseket végezni. Itt is meg lehet tanulni, tehát, hogy meditáció előtt hogy álljuk át egy pillanatok alatt, hogy egy olyan légzéssel, ami hosszú kilégzésekből van, vagy Jogananda-nál úgy van, hogy belélegeznek, és akkor egy két részben egy ha hosszú kilégzésekkel, és így lassan lehűtik az elmét, illetve megnyugodnak. Tehát a belső nyugalom megtapasztalásához nyugodt légzés kell, és teljesen csöndes elme. Ez a lazításban meg tudjuk tenni.
Ha meg tudjuk tenni, hogy a lazításban már a földön fekszünk, egy alvó állapot, egy olyan testhelyzet, ébren maradunk, akkor meditációban még inkább ébren tudunk maradni. A következő, amit meg kell tennünk, mielőtt meditálni kezdenénk, a megbocsájtás. Ez megdöbbentően érdekes dolog, mondanák, hogy miért kéne megtenni. Azért, mert egy olyan útra indulunk el a szellemünkbe, a belső világunkba, ahol találkozni fogunk az altudatban lévő emlékcsirákkal, és a sok minden lekötött bennünket, tehát valami odaköt egy személyhez, mert nem bocsájtottunk meg neki, vagy nem kértünk bocsánatot, akkor nem tudunk tovább haladni. Vissza fog tartani bennünket. Sőt, emlékként vissza fog jönni, bűntudatként, vagy bárhogy. Így a megbocsájtás valójában nem az egótól függ, az ego nem tud megbocsájtani, ez a szellemből, a lélektől függ. Csak ezt a mozdulatot a szellemünk tudja megtenni, a szívünk. Tehát már ez is egy olyan gyakorlat, ami befele visz, és megtapasztaltatja velünk azt, hogy meg tudok bocsájtani, vagyis el tudom engedni a sértés, vagy bármit, mert nem azonosítom magam a testemmel, a cselekedeteimmel, bármivel, amivel meg lehet sérteni az embert, az ide tartozik. Bárkinek mondhatjuk, hogy olyan furcsa lelked van, nem fog megsértődni, mert nem tudja, hogy hogy fogja ezt föl. Legfeljebb örülni tud, azt mondják, hogy szép lelked van. Így tehát mindenképp a külső világhoz tartozik, és a külső világot meditációba el fogjuk hagyni, és befele megyünk. Tehát mindenképp a megbocsájtás nagyon fontos. Ha meghalt az élet, akkor is idézzük meg őt, vizualizáljuk, és mondjuk el neki, hogy megbocsájtok, vagy bocsásson meg nekünk. Ez a megbocsájtás egy szellemi fordulat lesz, nagyon komoly dolog. Nem is hinni az ember, hogy milyen komoly dolog, és milyen nagy megkönnyebbülés lesz utána. Tehát akkor eljutottunk most a tapaszhoz, amit említettem. Ez az akarat tartozik, tulajdonképpen hozzá akarunk sorolni valamit, ez az önfegyelem állapota, aszkézisnek fordítják általában, de azért nem aszkézis. Például, ha megyünk télen, és azt mondjuk, hogy most mínusz 5 fok van, nem húzom fel a kesztyűm, ezt gyakoroltuk mi is, az a hideg is egy rezgés, a kezem is egy rezgés, miért bántanák egymást? És működik a dolog, tehát nem érezzük annyira hideget. Tehát, hogy legyőzzük az ellentét párokat, ez az egyik fontos dolog a tapaszban. A dualitás világában legyőzni azt, ami vonz, meg amit taszít bennünket. Patanjali azt mondja, hogy 3 dolgot kell megtenni, a test aszkézise, aztán az elme aszkézise és a beszéd aszkézise, vagyis testünkkel, látjátok, felhúzzuk az órát, és reggel 4:30-kor fölébredünk, és gyakorolni akarunk, és gyakorolni fogunk, így tehát az fog történni, hogy gyakoroltuk az aszkézést, hogyan ételeket eszünk, amit addig nem ettünk, bár furcsájuk, vagy pedig nem beszélünk, és maunát gyakorlunk, csöndet gyakorlunk. Mentális szinten már több mindent tudunk tenni. A jelenlét állapotának a kialakítása nagyon fontos, hogy van egy könnyűség ebben a pillanatban, hogy most vagy. Vagy feszesség van, ellenkezés van, vagy vonzás van, de mindenképp nem vagy nyugodt. Át tudod engedni magadon az életet úgy, ahogy jön, és megy tovább. Sok minden van, ami még összefügg a jelenléttel, de az a lényeg, hogyha jelen vagyunk belül is majd a meditációban, abban az állapotban, ahol semmi nincs, csak béke, akkor meg fogjuk tapasztalni annak a mélységét. Ha nem vagyunk jelen, akkor nem tapasztaljuk meg. Legképpen le kell csendesítenünk az elménket légzés szabályozással, vagy omozással, mantrázással, majd beljebb menve egy kicsit a csöndbe megmaradni. Tehát ez a lényeg, hogy csak maradj csöndbe, és érezd a nyugalmat és a békét, és akkor 10-15 perc, 20 perc, lehet, hogy tovább tudunk maradni, akkor kezdünk érezni valami bizonyosságot ott belül, hogy van valami, ami ott van még mindig. Tehát ez a lélek vagy a szellemi tudat, az, ami olyan áthatottság érzést ad, örömöt is tud adni, vagy fényt is láthatunk. És ugye a meditációban, amikor ezeket gyakoroljuk, minden ilyen meditáció, amikor lecsendesedve a belső békéket érezzük és figyeljük, átalakít bennünket, és egyre inkább olyan emberekké fogunk válni, aki érzi az egységet a másik emberre, tehát az empátiát és az együttérzést tudja fejleszteni. Tehát már nem bántjuk a másik embert, és nem harcolunk ellene. Illetve amikor mélyebbre megyünk, meg tudjuk tapasztalni már azt is, hogy ott belül valóban van egy olyan jelenlét, ami boldogsággal átitatott és csodálatos, és velünk is marad sokáig. Aztán később már jogik ebbe az állapotba élnek, és ebből az állapotból nem is kell kilépnünk, és itt vannak a világban, miközben állandóan az öröm állapotába élnek, túlléptek a dualitáson, a kettősségen, és megtapasztalják azt, ami az eredendő önmaguk, és a végső szinten pedig bele egyé válnak vele,
Ha egy vízcsepp a tengerbe hullik, egyé vált vele, szét tudod-e választani, többé nem. De egy sóbábú, most ez a példa akkor a végső lesz, kifaragták sóból a tengerparton, és reggel öntudatra ébredt, és látta, hogy sóból van egy ember, és látta a tengert, és kérdezte, hogy ki vagy te, hát a tenger, az mi? Hát nagy víz, és milyen, nagyon mély, és milyen íze, nem tudom. Hát gyere bele! Hát nem tudom, hát jó ötlet, gyere bele a vízbe, és akkor a sóbábú belesétált a vízbe, és ment, és elolvadt, és egyé vált a tengere, és azt mondta, most már tudom, hogy mi a tenger. Tehát egy odaadásnak kell megnyilvánulni a meditáció bizonyos szint, oda tudod-e adni magadat valaminek, ami megfoghatatlan, láthatatlan, de érzed, hogy jelen van. Odaadás nem más, mint az alázat nem más, mint az ego letétele. Tehát meghajlás egy magasabb szellemi valóság előtt, és akkor ő befogad bennünket. Így tehát a meditáció át tudja alakítani az életünket, át tudja alakítani a személyiségünket, testünkbe is tud változás hozni, ha rendszeresen gyakoroljuk. Köszönöm szépen! Thank you.